Azért az megvan, hogy a Dancing with the Stars műsorban is PSG Ogli szerepel. Egy fő műsoridős show műsorban, ahol olyan szereplők vannak, mint Stól András, Ördög Nóri vagy Hosszú Katinka. Oglihoz képest ezek az emberek a saját szakterületükön rengeteg munkaórát, felkészülést, tanulást, edzést tettek a karrierjükbe, hogy ott tarthassanak, ahol ma tartanak. Ezzel szemben PSJ Ogli barátunk. Mit tett le az asztalra? még azt sem lehet tudni, miből van pénze. Szimplán az a személyisége, hogy gazdag és hogy hadar. És össze-vissza annyi teljesítménye volt a karrierjében, hogy milliós tételekért vásárolt ruhát, ezzel flexelt, majd a kis pénz kis foci, idézettel mellett belőle na meg az érthetetlen hadarós beszédjéből. Ezzel a teljesítménnyel két műsorban is szerepel. Ebben az országban rendesen menő a teljesítmény nélküli, öncélú magamutogatás és nagyképű arrogancia? Tudom, hogy lineáris tévék már nagyon remegnek a nézettségért. De úgy néz ki, mindig van lejjebb. Vagy ott a másik Z-generációs celeb, Visperton. Ő legalább valamilyen produktumot már letett az asztalra, akármilyen megosztó, de amit felépített, abban van komoly meló. Na mindegy, úgy is azért vannak a műsorba, hogy a követőik által behozzanak nézőket. Amúgy szerintetek hosszú katinka a műsor után milyen termékkel fog előállni? Edzésterv, diéta vagy valami fogyós szekta alapítás? Jó szórakozást mindenkinek! Sziasztok!